Nagy szeretettel és meghatódottan köszöntök mindenkit ebben a gyönyörű környezetben. Hűha, hát elérkezett ez a pillanat, ami az én életemben egy nagyon fontos pillanat. Csurák Erzsébet még a 90-es évek elején ajándékba kapott évfolyamtársától egy készletet. Amit beraktam a sarokba, és körülbelül 2 évig ott is volt. És aztán egyszer valamilyen misztikus oknál fogva tényleg elő is vettem, és akkor így elkezdtem rajta gondolkodni, hogy hát tetszik, de semmit nem tudok róla. És aztán kezdtem nézegetni, hogy milyen irodalma, vagy egyáltalán a művészeti képzésben ennek milyen háttere van Magyarországon, és igazából kiderült, hogy nem nagyon sok, azaz valaha volt a 60-as években. És ez is és az ő motivációja is buzdított arra, hogy én is elmenjek Bécsbe, és különböző kurzusokon ezt a technikát, de legalábbis az alapokat megtanuljam. Bár 1997-ben a Médiavéven bemutatta néhány alkotását, majdnem egy évtizedig félretette az ecsetet, Grászli Bernadett bíztatására azonban folytatta a selyemfestést. 2009-2010 fordulóján történhetett, amikor én frissen átvettem a Városi Művészeti Múzeumot. Ezért jól ismertem a kulturális életből, együtt szerveztünk programokat. Egyszer viszont elhívott egy teára, és előtt néhány alkotást. Én nagyon ledöbbentem, hogy mindig is érdekel és szeretem azt, hogyha valakiről kiderül, hogy nem csupán egy lábon áll az életben, nem csupán egy dologhoz ért. Míg az első korszakában az ősi motívumok érdekelték, addig az elmúlt években az emberi viszonyok, a kapcsolat, a megélt élmények, a mesék kerültek előtérbe a művészetében. A technikai tudása is bővült, legújabb alkotásain az intenzívebb, harsányabb színekkel fejezi ki önmagát. Az album kiadója Romer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, támogatója pedig Bogisics Ferenc és Radek József.